Sziasztok, Mugello MotoGP volt pár nappal ezelőtt, és hát olyan durva történések voltak, de még mielőtt belevetjük magunkat. A Tomot ismeritek a múltkori összefoglalóban, és új emberünk van, a svéd, az most valahol külföldön jár, és a Zsír Feri, a Zsír TV-ből, régi motoros arc, hogy nagyon sokan ismerik, meg rengetegen utálják, többen utálják, mint szeretik. Na, a lényeg az az, hogy kaptam a privát Facebookomra, egyébként nyugodtan jelöljetek, ha ezekre a vitákra kíváncsiak vagytok, egy pár véleményt, mert kiírtam az első blog után, hogy lehet fikázni, és jöhetnek a vélemények, erre mindenki elkezdett, 10 millió szerkesztő országa vagyunk, mindenki elkezdett okosságokat mondani, nem erről van szó, ez egy tök egyszerű videoblog akar lenni, az is fog maradni, nem lesz tévéműsor, egy pár vélemény, azt, hogy végre elkészültök, örülök, hogy betartottad az ígéretedet, de legközelebb egy szájféket rak léci magadra, mert a Vida partnerét szinte szó sem hagynak jutni. Erre gondoltál? Na itt van, 70-80%-a te beszéltél. Ugye én a múltkor is elmondtam mindenkinek, szabad a gazda, be lehet pofázni, bárkinek de be lehet vágni. Buszal, így van, muszáj fölvezessen. Nem, fölvezessen, várjál. Muszáj, fölvezessen. Most az a te kis szívednek nagyon az, hogy egy lány írt egyébként, Anikó, nagyon helyesek vagytok, fiúk a riportban, nem is nagyon anyáztatok, na kérem. Tomor, legközelebb gurog le a főnök ott középen, ne hagyjad már, Rossi a király és kész. Ezzel tudnánk vitatkozni, de hát ugye nem biztos, hogy rossz a király, főleg Mugello után, tehát mindjárt meg de hogy nem a jött egy szerkesztő csaj, várjál, mondom, érted, hogy fikázzák a mondandónkat, hogy hülyeséget mondunk, vagy nem, erre elkezdték mondani, hogy ahhoz képest, hogy az adott futamra akartatok koncentrálni, hamar rátértetek a múltbeli események elemzésére, persze, hát valamilyen utomondan csatlakozik, de a fő mondandó mégiscsak a verseny. Kéne egy facilátor, azt hittem, aki segíti a csapatot témánál tartani, egy adott futam kérdése, vitatott mód. Monument, amit is be lehetne vágni, majd megütött. Nincs vágás, szépen, gyerekek, hát annak jogdíj van, tehát nincs, hogy lopunk a tévéből, mert nem szeretnék ezért fizetni egy valag lóvét. Úgyhogy pár egy dolog, és akkor következett egy ember, ahol aki mindenkinek beszólogat, hallod, Dodor, erről már beszéltünk, leírom újra, hogy mi a hiszti, kifogásod, Rossi nem fiatalosan teligázol lesz, mi lesz, ő írta egyébként, mi lesz, ha lenyomja a köröket, azt mondja, fiatalosan teligázol lesz, mi lesz, lenyomja a köröket, megy, majd reméljük értelmesebben beszélsz, mint írsz. Szóval kérdem én, te majdnem 40 évesen ezt tennéd, ha tudod, simán félgázból meg lehet a sztori, kérdem én. Na, várja és a beszólás. Csak figyeld meg magad, Dodor, kiégtél a műsorodból, és pont ezt hiányoltam belőled. Most szerencsére visszajött és csinálod a hisztit, ami jó. Így van. De gondolj bele, Rossi helyében, nézd meg, mi lett Márquezzel, amikor állatkodott, hogy Simoncellivel elvitte a kaszás, pedig sokan szóltak neki, vegyen vissza. Ez a lényeg, amit akarok mondani, minek erőködje, ha tudja, félkezel is lehet bajnok. Jó, hát. de kicsi régen, figyelj, következő a lényeg. Én megmondom, én nekem volt két műsor, amit mindig néztem. Az egyik a tiéd volt. A másikat nem mondom, mert a csinos lányok mozogtak. De hova tűntél ilyen sok ideig? Mi történt? Ez annyira hosszú. De nem, csak egy mondatban. 10 évig ment a Motorsó 1, a piaci helyzet úgy kívánta meg, hogy abba hagyjuk meg. Őszintén meg is untam az egész történetet, mert már nem volt újdonság annyira az egész dolog. De kiégtél már szóval? Nem, mert nem lennék itt, meg nem tudod tudni. Mik milyen, ezek a kis fehér szálak itt az oldalon a fejedet? Ez a jutalom. A jutalom azért a 10 éves műsorért, az azért kaptam a sok éjjel-nappalozásért, hogy nektek jó legyen, meg neked. Szóval én csalódtam benned, viszont nagyon-nagyon örülök, hogy megint itt vagy. Nem vagyok sehol. A legnagyobb örömöm, hogy itt lehetek veled. Egy dolog hiányzik most innen, a kanna. Nem egy beszólás volt, igen, lógnak a csöcsejét, nyugodj meg, de haver, engem ez hiányzik. Meg legalább Lorenzo nem próbálja be a csávót, érted? Lehet. Srácok, következő helyzet, Mugello futam volt. De ugye, nincs kanna? Nincs, a kannak majd lesz olyan műsor, amivel lesz kanna majd. Most egyre nem lövünk-e mindent ebbe a blogba, ez most még a második rész, nem lehet mindent előni. Szóval lesznek csöcsök, csak később. Lesznek csöcsök, erre a telefonon eldőtt, nem látom az időt. Hogy? A történet a következő, ugye úgy kezdődött a történet, hogy az igazi nagy esemény, Lorenzo motorja elfüstölt az időmérőn. Nem, a warm-upon. Vagy a warm-upon. Tehát a verseny előtti nap, ugye elfüstölt a motor, az összes Rossi is azonnal rábukott a Rossi bréjére, hogy azt mekkorát cumizott most a Lorenzo, és hú de jó, és a Rossi megfutott egy polt. Ugye, ezért a Rossisok az egekbe voltak, magyarul. Aztán jött a kis Vinyáles csávó, akinek én szurkoltam, ugye, mert ez volt megígérve a múltkor, hogy én Vinyáleses leszek. Tök jó volt, hogy 94 ezredben maradt le a Rossitól a polból. Tehát Suzukihoz képest ez elég jó kis esemény. Aztán jött a híres futam, ahol a nagy polpozíciós haverod, a Rossit, a Lorenzo, hallod, mint a taknyot így kivágta, érted, a célegyenesbe. Így. Lorenzo jött, elrajtott, majd befordult elsőnek. Nincs több kérdése.
De figyelj, te itt kezdted el, én elkezdeném korábbról az egészet. Úgy kezdődött... Ez hosszú blog lesz, gyerekek, most is hosszú. Lehetett volna kezdeni. Menjetek ki valami a konyhába, az első egy perc, az még nem fog szólni semmiről. Úgy is el lehetett volna kezdeni a sztorit, hogy előtte volt egy három kolli, vagy FP, 1, FP, 2, FP, 3. De arra nem adnak pontot, Feri. De arra nem arra adják a pontot, nem az FP-nket gyorsan. Jó, vannak, az a baj a Rossi rajongók, ha megint csak azt mondom, hogy kijelentem, szeretem Rossit, nagyon jó, imádom. Nem annyira azt mondom, hogy szurkolok neki, a Rossi rajongóknak kéne már tömörülni. De mert az egyik azt mondja, 9 VB-t nyert, minek húzza gázt. A másik azt mondja, hogy Rossi belehal a versenyt. Döntsétek már, most akkor Rossi megy, vagy nem megy. Figyelj, most a Paul a lény, mert hogyha most a Lorenzo fut szabad edzésen, meg időmérő edzésen kurva jót, akkor azt mondjátok rá, hogy jaj, hát nem ott kell, nem ott kell, nem ott kell. Most én is azt mondom, gyerekek. Most állj meg. Futam. Jó, de állj meg, viszont térjünk a lényegre. Miért vagyok én Rossi párti? Miért? Azért, mert egy öreg. Mert öreg szar olyan, vagy. Olyan, mint te. Öreg. És végre visszajöttél. Viszont ő nem visszajött, hanem ő 16 éve, 2000-ben kezdte a MotoGP pályafutását, 16 éve teljesít. Mondok egy érdekes számot. Azt mondja, 87 GP győzelme volt, 16 év alatt. Egy laptopot. Hallod? 16 év alatt az 5,4 a átlagszám, ami kijön. Mondok egy másikat. Lori 8 éve nyomja a MotoGP-be. Van neki 43 futam győzelme, 5,3 jön ki. Szóval, ha úgy vesszük, átlagolva mindent, egy tizeddel jobb a Rossi. És visszatérve a lényegre. Ezt tudod, mekkora különbség ennyi éven keresztül? De várja, egy ekkora. Öreg. Én értem, de ekkora. Egy öreg. Igen? Egy öreg, aki ki lehetne égve, mint te vagy én. Ott ül a motoron, a semmiből visszatért, ült egy Ducatin, szétszopta a pisztolyt, ha nem mondjak már. Saját választású. Rálépett, ott van a, ugye a Fesco, a Hiszti a levegőben, nem visszalépett, mert a csapban milliárdos, ugye, tudjuk, hogy minden az övé, a Dainese, amit el tudsz képzelni, ott van a szeren és nyomja. Én azért rajongok érte, nem azért, mert a Valentino Rossi, hanem azért, mert ha azt veszük, a teljesítményt mindenki felett van. Na de várjál, tehát itt amikor versenyről beszélünk, minden évben mindenki tiszta lappal indul a nulláról. Tök mindegy, hogy egyetlen egy VB-t nyertél, egyet se, kilencet vagy ötöt. Kicsirigom az agya, el van kopva, az agya. Hát kinek? Rosszinak? Persze, reflex, ez minden. A Rossi rajongók tudják a Rosszit legjobban olászni. Olyan, mintha neked kéne, hallod? Egy 18 éves kis csajt egy nap 6-szor megcsinálni. Figyelj. Nem bírnád? Nem. Na várjál, de akkor... Viszont én meg tudom csinálni 6-szor. De akkor hogy fut Polt? 54 évesen. Hogy fut Polt pozíciót a Rossz, és akkor most én védjem a Rosszit, bazd meg. Nem ezzel hívtunk. De akkor itt tartunk, nem? Na, hát a lényeg az, hogy a Rossi futott, azért megint csak azt mondom, hogy kicsit higgadjanak le a rosszisok, mert az, hogy pole pozíciót futott a Rossi, oké. Okay. De olyan szoros volt a mezőny, hogy 9-10-en volt, belül volt az első 12. Az első 3-4 az ezredekre volt egymástól. Ezredekre. Tehát az a pole pozíció és az ötödik hely között volt 2-3 tized. Tehát nem volt olyan hatalmas nagy különbség, mint a múltkori futamon, amikor a Lorenzo lelépett 5 tizedet a második helyezettől. Érted? Tehát egyszerűen a Rossinak nincs szerencséje megint. Azért én azt láttam a Rossin a futamnak az első köreiben, ugye eleve ciki volt, hogy lerajtolta pont a Lorenzo. Baszom nagy nyomás lehet rajta Mugello-ba, mert tudják, hogy az összes rossz, jól tudom, rekordmennyiségű ember ment, 300 ezer ember ment ki Mugello-ba, és akkora nyomás van rajta, hát minden második ember jó, rossz is. Bizonyítani kell, nem is tudta bevenni az első kanyarokat. Tehát nézd meg, akárhányszor próbált izomból bevenni a Lorenzónak, folyamatosan... 30-szor kicsirígon befordulni a cél végébe. De figyelj, de Lorenzo be tud. Hát jó, vannak, de... egyszer se kottázta el. Nem kocsázott előtte valamit. Egyszer se kottázta el, érted? Egyszer se. Kicsirígon 3-30-szor befordulni. Azért elmondom neked, hogy na most pont ezért hoztam ugye megint a kis szokásos kis hülye adataimat. Igen, na. Hogy itt most át is ugrottuk ezeket a dolgokat. Igen. De várj, én gyorsan elmondom, hogy megint... Mondjad addig én kérdezik. Azért azokban a körökben, amíg a Yamaha partner volt ebben a Rossinak azon kívül, hogy öreg, megvan a tehetsége ahhoz, hogy a nulláról fölült az új gumikra. És alázott mindenkit, alázta Lorenzo-t. A Lorenzo vergődött. Hol? Melyik futamról beszélünk? Még nem futamról beszélünk, még az év, ugye a múlt év. Hol van az? Ez a téli jegyzéseken sírta az Lorenzo, hogy nincs tapadás a szar a Michelin. 100 pont fölött van. De nézd meg a Michelint, valószínűleg a Michelin összekapták magukat. Így van. De hirtelen két futam alatt, érted, a gumi az a szarból a csillagos ötös. Igen, de tényleg az egy mondat. Na, mondom neked, és most már előhoztad a végsebességeket, hogy tudjátok-e azt, hogy mennyi volt eddig a MotoGP végsebesség rekord? A hivatalos. 3-4. Ki futotta? Janone. Nem? Pedro. Nem, tavaly a Márquez futott 350,4-et. Tudjátok mennyi most a Ducati a Janone alatt? 354. 354,9-et. És nem az,
hanem azt a 350-es rekordot azt azonnal megjavított a 4 Ducati. Itt van, gyerekek, ezt nem hiszitek el, hogy, és ezt most az átigazolások miatt mondom, ugye, mivel nyilvános vált, hogy a Lorenzo pattan a Ducatihoz, és ugye most már kárognak a rossz is, hogy majd így fog szopni, mint a rossz. A rossz a legrossz kapok ült el a Ducatira. Figyelj, csak mondom neked, végsebesség adatokban azt mondja, hogy hol tart a Yamaha. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, az első 6 leggyorsabb Ducati. De még ilyenek is, mint a Petrucci, meg az ilyen futottak még kategóriás csapatok a gyári csapatokhoz képest. A 7. egy Suzuki, a 8. egy Yamaha, Espargaro, érted, nem Lorenzo, Bradley Smith, Yamaha, Dani Pedrosa Honda, mit akarsz, Johnny Hendrix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. a végsebessége Rossinak. A mezőnyben. Na most gondolj bele, most rá fog ülni a Lorenzo, aki, csak mondom nektek, a Rossinak a végsebessége 343 volt, a Ducatié meg 354, 13-mal megy többet a Ducati. És egy Lorenzo fog ráülni a Ducatira jövőre. Jó. Úgy nem szurkoljatok. Nem lesz az a sima játék. Lehet, hogy nem lesz, de azért nézd meg, hogy azért bejött a Ducati. Igaz, hogy kellett az a Rossi esése, hogy dobogó rájának, de azért az edzéssel is, meg mindenhol már teljesítettek. Te meg mondjam már valamit Márkezről, baszki, azért vagy itt. Kicsi régó. Láttad azt az utolsó kört? Igen, ezt tudja az emberem, baszd meg. Láttad, amikor visszament? Így, baszd meg, így. De várj, az ütközés milyen volt a célegyenes? 330-an egy könnyed. Hogy repkedtek a műanyag darabot. Egy utolsó mondat a Rossi. Sok szárny, baszd meg. Kezdjünk bele a lényegbe. Szóval visszatérve a Rossira. Azt szokták mondani, hogy általában a nagy tömegnek van igaza, ugye? Hogyha mindenki azt mondja, hogy A, akkor az A, hiába egy embernek van igaza, hogy az B, mégis. És mit mondaná a nagy tömeg? Utálják a Lorenzo-t, utálják a Márquez-t, nem fejeztem lehet, be. Hogy nem tudod az alapszabályát a MotoGP-nek. Várj egy kicsi Rigo, máj meg egy picit, tudom én. A világbajnokot nem szavazással választják meg. Pontok alapján. Miért vagyok Rossi szerelmes? Azért, mert nagyon egyszerű a sztori. A Márquezra meg a Lorenzo-ra testőrök vigyáztak most kín a pályán, erről tudsz, kicsi Rigo. De én voltam ugye Simoncellire is. Hát igen. 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 Bizony. Amikor Simoncelli paraszt volt, akkor volt, hogy megfenyegették életveszélyesen, és pisztoly volt a borítékban, amit beküldtek neki. Aztán ő is úgy ment. Igen. Aztán megnyerte az edzést. Szóval én ezért tartok a Rossira, mert a Rossi ilyet egy doktor, érted? Kommunikációs doktor. Na, szóval, csak mondom neked, hogy, csak hogy te is örüljél, jó? Csak igen. Hogy te is örüljél. Fölmentek a MotoGP.com-ra, és ez a kép vár rátok. Ez. Új Rossi kollekció jelent ja, hello. Zsírúj Rossi kollekció. Kicsi Rigom, de tövé a övé. Nekem már lenne is egy javaslatom egyébként, mert a legjobbat egyébként, az, a legjobb pólót azt kihagyják. Nézd, mit, ezt nem is mutatom meg oda, csak ide. Hogy ezt egy pólóra azért, hogy rányomhatnák, nem? De, és nekem ott, pápa, nekem pápa választott, nem? Pápa választott. Én vennék ilyen Rossi pólót, ha lenne egy ilyen mugyálós, elfüstölős jamás. Jó, de figyelj, de lehet, hogy csináltatok. Figyelj, de amikor megnyert a pólt, mi volt az első mondat, amit mondta ez az angol közvetítő? Azt mondta, hogy the king, the god of Italy, érted? És azt mondta, he is the first, érted? Pedig nem volt the first, ő most hányadik, harmadik a bajnokságban? Igen, vagy igen, 78 ponttal, kurva nagy mákja van, mert ugye a többiek annyira le vannak és maradva. És mégis istenítik, kihad egy futamot, hát persze, hogy istenítik fogják, na, de... Ugye, ezért Rossi na, nekem, és rendben, itt a vége. Azért, mert te is a Rossi rajongóknak nagy része egy külön futamot néz. Van a MotoGP, meg a Volna GP. A Volna GP-n, ha Rossi megnyerte volna az időmérőt, ha célba ért volna, most is az volt, ha nem ment volna tönkre a Yamaha, megelőzte volna a Lorenzo. Várjatok, mondom, megelőz, Dodor helyett utolérni és megelőzni kettő dolog. Szeretnék Dodor helyett mondani valamit. Lorenzo rendkívül taktikusan, mivel érezte, hogy valami probléma van a motorral, bár intettek a boxból, hogy menjen be, de inkább kimaradt egy kört, hogy akkor foss el magát a blokk, nem? Na, de most, megint, jól mondtam? Most meg tudod védeni a Rossit? Megint? Egyébként nem most, akarom most a futamon, menj 8 kört, menj 8 kört, hibát hibára halmozott, lemaradt rá. A Rossisok csak azt a részét látják, hogy bezzeg utolérte. Én meg azt mondom, bezzeg mennyit hibázott. Tehát görcsösen ment, mert nem tudott stabilan a Lorenzo mögött motorozni, és az, hogy most görcsösen utolér és hibázi, és simán, meg kell, hogy előrezze a Lorenzót. Nyugszik a beteg. Mi az, hogy görcsös? Mi az, hogy görcsös? Beszéljük meg, mi a görcsös fogalma. A hiba. A nyomás alatt motorozásnál jön a hiba. 330-ról féktávot veszel a San Donato kanyarba, kicsi Rigom, és nem adja ki. De nem én veszem ám ezt a kanyart, hanem a 9-es világban, akit elmondta a statisztikáját, hogy a legjobb. De kicsi Rigom, ez nem egy 200-as kanyar, egy 150-es. De akkor ezek szerint Rossinak nem megy ez a pálya? Több emberrel is előfordult. Nem megy ez a pálya Rossinak?
De nagyon hát is ment, megnyert a pole pozíciót, és figyelj ide, a számok alapján... Hallod, üti-veri a szavai egymást. Egyszer, most egyik egyszer védett, hogy ha... szegény Rossi, hát hogy tudott volna mögötte menni, a másik, meg itt a statisztikát, nem. Hogy mekkora csávó. Nem védtem. Ők versenyeztek, hány kört mentek? 8-at? 5000 éve. Hány kört mentek? Hát a 9. körbe halt meg a Rossi motorja. Figyelj, ott volt végig mögötte, mindenki volt mögötte. Maradva 5-10-del. Na most gyere, megadom neked, megelőzte volna? Én azt mondom neked, hogy nem, az utolsó. De utálni fognak a Rossinál. Utolsó. Mondom, hogy ez tök külön klub. Nem, ez egy utolsó 5 körben, én szerintem Rossi nem nyert volna ezt a versenyt meg. Nem nyert. Nem én mondtam. De miért kellett volna megnyernie? Inkább jött volna az idiótája, a kis csaló. Nem is kell kimondani a nevét, mindenki tudja, hogy kiről van szó. És valami hülyeséget csinált volna, fölborított volna az asztalt, de, és kiömlött volna a kávé. De. És akkor az ember meg elmondja a tényeket, Lorenzo föl a motorra, berajtol, elfordul elsőnek, és nincs az Isten, aki lelöki a motorról, mert ott van ez a kis izé, a te kedvenced, aki izomból bemegy. Neked a csinál. Az a kis csaló? Persze. Neked nem csaló. Nem. Miért lenne csak? De figyelj, most nem lesznek barátok azért. Rossi van? Nem, hát a Márquez meg a Lorenzo. Most ezután vége a meccs után, most vége, izé van. Nincs kétszerházasság. De figyelj, de mit szóltak hozzá, hogy vinyál ezt a Rossi most azért össze? Na igen, tök jó, hogy előhoztad, hogy itt az átigazolások, ugye Janone megy a Suzuki-hoz. A Suzuki-hoz. Ez csúnya oda csaptak a seggére, pedig rá fognak baszni. Mire gondolsz? Hát nem kellett volna kirakni. Én a hagyiságot raktam volna ki, a Dovit inkább raktam volna ki. Dovinak a motorozási stílusa nagyon hasonlít Lorenzo-éhoz. Tehát egyértelműen a fejlesztés irányban ugyanaz. És soha... Emlékszel Stonerra? Nem azért fizettek egy valakpénzt a Lorenzo-nak, basznak, hogy megverje a Dovizioso-t. Stoner miatt világbanok lett volna, két éven keresztül majdnem minden második versenyben elesett. Vagyis én azt mondom, ezek az esések, amiket csinál a kis Janone, ezek a javára vannak. De mennyi éveken át? Hát mennyi? Meg két éven keresztül csinálja. Hát a Rossi fölült 500-ra egy éven keresztül esett a következő, meg ő volt a király. Ezt várom én a Janone-tól, ezt. De hát a Janone nem az első év, hogy esik kell. Hogy eszetlen hülye. Nem azért Carl Crutchlow-t nem tudja lenyomni. Figyelj, az már Crutchlow. Az nem Crutchlow, hanem Carl Crutchlow. CC35-re lehet fogadni, bazzak, melyik futamon nem esik el. Tudod, az a legnagyobb. Szegény, ott valami nagy gebasz van szerintem. Vagy fosik a motoron, vagy valami van, mert... Nem tudom, láttad már a szemében, néztél már? Nem találkoztunk. Más boltba járok. Csávon nem tiszta a tekintet. Tehát el tudod képzelni azt, hogy 300 nem itt látva. Na, de Vinyáles, tehát én a nagyon nagy szerencsém volt, és örültem annak, hogy a Vinyáles bejött a top 2-be az időmérőn. Hát ugye te mondtál itt most, mielőtt elkezdtük, hogy valami nem smakkol a Suzuki-nek a váltójával, mert így elkottázni ezt a történetet, hogy 11-nek fordul el. Egyesről? De várj, és azért fölküzdötte magát a hatodikig, 21 éves a Vinyáles, csak úgy nem tudom, hogy mennyire tudjátok ezt a srácot, rettentő fiatal, most jött a GP-be, mindenhol kiugrott egység volt, Európa bajnokságot nyert, stb. Tehát benne lesz spiritus a jövőben, csak föl kell, hogy nőjön ez a nagy motorhoz. Csak tudod, Paris Hiltonos rózsaszín bőrruhát, azt tudnám feledni, bazd meg. Tehát az megégette a retinámat. Jó, ez tudod, hogy a fiatalok ezek. A Hilton csapatban ment, érte, kénytelen volt az. Nem tudom, hogy egyébként a csapatfőnökkel is kellett ott bratizni, vagy nem. Figyelj ide, most összehasonlítva Janonéval. Janone, még emlékszem a Talmácsi is, nem tudom, hogy hivatkozhatok rá. Mindenki nem mondom, hogy a Talmácsi mit mondott. Csak azt mondom neked... Rólam vagy rólad? Nem, hát a Janonéról. A lényeg, Janone buta, viszont iszonyatosan ösztönös. A Vinyálesnak, ha megnézed bármilyen interjúját, nagyon-nagyon okos egy gyerek, és amiket mond, az ugyanez a Bradley Smith, és ez a hülye német, aki most lement. Bradley? A Bradley, ez is egy kurva okos gyerek, lement a Apriával szenvedni. Ezek iszonyatos, szóval ők igazán okos emberek. Én nekem a Vinyálesz úgy érzem, hogy végre lesz a Simoncelli után egy örökös, akire rá fog tudni szállni, hogy én is fanatikusan legyek valakinek. Nekem a Petrucci a Simoncelli. Az úgy néz ki, mint egy ősember, komolyan mondom, mindenki a barlangból épp kijött. Kurva jó gyerek, nem hallottad a Petruccinak a nyilatkozatát? Mennyi 28 csavart raktak most bele, vagy nem tudom mennyit? Hallod, bazzak, egy Petrucci azt mondta, hogy neki kellett az az esés, hogy összetörje a kedvét, mert most ebből tanult. Bazd meg, egy bős gyerek, bazd meg, hallod? 28 csavar, bazd meg, azt hittem rosszul beszél a riportet, én mondom, mennyi? De lehet, hogy több. Én azt mondom, hogy aztán nem fér el. Na azt mondják nekem, hogy olvasol ilyen rossz blogokat, hogy nem olvasom, mert kíváncsi lettem volna, hogy ez milyen érzés egyébként Lorenzo győzelmét megünnepelni citromsárga fákjákkal. De már én kóstolok a citromsárga. Ott van 100 000 rossz rajongó, és így a Lorenzónak fákjáznak, mert ugye el kell füstölni, mert a következő futamra már nem megy el, már van, előtték a lóvét
a futamutazásra, aztán hello. Térjünk a tárgyra, megint postolgatsz, ennek nem lesz jó vége, haver. Szerintem ezzel nem is megyünk előre. Többet nem jössz? Nem, ugyanazon az úton mész, mint a Lorenzo. Miért? Nem. Mert magadból hülyét csinálsz. Miért? Nem, állj be nem. A szélnek. Az a bajotok, hogy én nem álomvilágban élek, hanem én tudok a szárazföldön tényekre alapozni. Tényeket mondjunk. Tényeket mondhatunk. De ne ezt ne állj ki a szélből. Tényeket mondhatunk, Jorge Lorenzo vezeti a világbajnokságot. A csávó, mert befog. Gyerekek, rosszul jött most az a második DNF-é, gyerekek. Ki a Lorenzo? Statisztikailag. Hát akkor mi lesz a Márkezed, de haver? Mert ő meg eltűnik, mint a takony, amit így kiszedek az oromból, és elpötkölöm, kávé így megy el a Márkezed. Figyelj, nem beszélünk a futamról. Kigasszák, mint a szart. Gyerekek, még egy fontos dolog. Amit csináltam, mert valamit kell kezdeni az a Verdával, mert azért az elég nevetséges, hogy a Yamaha elnyúlik, bazd meg a célegyenet. Célegyenet, bazd meg, nem a végén, nem a közepén, bazd meg, hanem az elején. Ne röhögtessünk már. Nem tudom, egyszer valahol olvastam, vagy valakitől hallottam egy ilyen összesülés elméletet, hogy amióta a Honda elmegy bazd meg az F1-be, bohóckodni, szopni, akkor a GP Project de várjál, figyelj, ettől függetlenül egyébként mondjuk a végsebességre, tehát a Pedroza motorja, százszor jobb, tudod mi, hányadik volt a Lorenzónak? A Pedrozát ne hasonlítsad, a Pedroza bebújik a figyelj ide, hallod, hátulról mondom, a Jack Miller Bautista meg a Loris Baznak a végsebesség idejét föl se írják, semmit nem írnak föl. Utolsó a Bradley, és utolsó előtti a Lorenzo motorjának a végsebesség. Akkor mi lett jobb a áttétellel ment. Megcsavarja bazd meg, hogy Márquez a gázt, és teker a hátsó kerék. Gyerekek, megint térjünk vissza a korrektségre. Emlékezzetek, mikor bejött a kis Maradjunk Márquez, a futamnál. De nem, csak egy utolsó mondat. Bejött a Márquez a MotoGP-be, 1500 centibe, és összespanoltak a Rossival. Emlékezz, ugyanaz a sztori volt, mint most a Vinales-szal. Összebarátkoztak, lepacsiztak, szeretkeztek, ugye fönn a pályán egyik, a folytatás? Buli volt. Gyerekek egymást húzták oda-vissza. Ugyanaz van most a vinyán lesz, csak tudni a különbség, hogy a Márquez pofán verte a kis köcsök buziról Lorenzoval együtt. Itt a hiszti az az, hogy két buzi összeállt, inkorrektül fölpofozták az öreget, aki nem kellett volna, bazd meg. Miért? Mert az öreg mögött van a lóvé, és ez a hiszti. De miért van az öreg mögött lóvé? Mert a Dorna is az övé, kicsi Rigom, a Dainese. Dehogy az övé, hát minden az övé, hogyan lenne az övét a hülye? Hát az egy teljesen más... Nem szponzor kiállt mögülük. Ki? És egyik kiállt, beállt a másik. Miért a Rossinak szerinted nem voltak szponzorváltásai? Ti ezeket nem vesztek észre? Woody Virsli például. Meg tudnám sorolni még az összeset. De imádtam a Woody Virslit. Mi volt a sörmárka? Mi volt a Nastro Azzurro? Van. Tehát látod, a Rossi mögött szépen lassan ugyanúgy eltűntek ám a szponzorok, vagy nem bírták megfizetni, olyan sokat kért. Magyar szület mondjuk. Érted? Na várják, végre a pletykának, akkor beszélgessünk arra. Gyerekek, 3 percünk van még. Az utolsó körről, mert akkor legalább történt. Jogos. Ja, hello. Tehát Lorenzót. Motorozgatott. Mi lett volna, kifújta a Lorenzo a Márquez órát. De várj, foglald össze a te szavaiddal, kicsi Rigom, azt foglald össze, hogy mi volt a versenyen gyorsan egy percben. Na, egészen szerinted? Amíg Rossi el nem esett, ott loholt Lorenzónak a seggébe. Igen. Aki egyébként jól zárta mi az éveket. Mi lett volna a vége? Mi lett volna a vége? Volna. Rá magamra tetováltatom ezt a szót, Rossi és Márquez is megelőzi Lorenzo. Jó, mert a harcban hamarabb felért volna a Márquez, és így azért sok időt veszített. Mi lett volna, a Rossi és a Márquez is megelőzi Lorenzót? Igen. Mi lett volna az eredmény szerinted? Mondjuk a számokat. Rossi Márquez. Lorenzo. Egy itt a számok azt mondja. Ahogy. A számok. Nekem a számok. A számok. Akkor most eljössz, egy percre mondd el, hogy mi lett volna. A... Gyerekek, akkor nem veszem fel a telefonomat, de emlékezetből elmondom, mert nem volt 24 órája futam, hogy ha jól tudom, ezt a futamot egy Jorge Lorenzo nevű ember Jorge, nyerte meg. Jorge. Hát magyar igen, de mi a Rossi Jorgének hívják. De magyarra úgy fordítják, hogy köcsög. Faszopó. Megint azt mondom, hogy volna Márquez, volna Rossi, lett Lorenzo. Miről beszéljek? Miről beszéljek? Kifújt az órát, az a 12. Arról, hogy ilyenkor az a rengeteg Rossi rajongó vajon klaviatúrát ragad-e, és mondjuk megkérdezze a Yamahát, hogy ti mi a lófasz csináltok a boxba, amikor mondjuk szombaton elfüstöl a Lorenzo motorja, akkor nem kell volna bingizni azonnal a Rossiét. Nyilván nem tudjuk, hogy mi lehetett, meg sose fogják bevallani, hogy mi lett a probléma, de hát ekkora blama, gyerekek, ekkora blama, és ilyenkor várják, hogy mit bírok? Tudod, mit bírok? Azt szeretném hallani, igen, hogy ilyenkor a Rossi rajongók miért a Lorenzót találják meg, aki győzött, és miért nem a Yamahának írnak, hogy a kurva anyjátokat, hogy nem csináltok a kedvencőnek egy jót. Én figyelj, de ő is egy kis buzi csaló.
Érted? Ez a... Akkorát csalt most is Mugello-ba, hallod, hogy... Igen, nem arról van szó. Lehet, csalás, hogy dobtak egy csavart a Rossi tankjába. Igen, a csalás az a hozzáállás, amikor a másik ember fönnel a pódiumon, és így mutatom lefele. Ezek az undorító dolgok, amik ugye nem jelennek meg a MotoGP-be. Annyira érti a Lorenzo egyébként a maga körüli szarkeverést, hogy van. Ez csipi a szemeteket, csipi, nem, és ezért csipi, mindig beszéltek róla. Mindig. Tudod, mi lenne a Lorenzo halála? Hogy inkorrekt. Tudod, mi lenne a Lorenzo halála? A Rossi nem csinálja. Ha nem beszélnének róla. Jó, de foglald össze. És megadjátok neki a lehetőséget. A szavaidra foglald össze gyorsan két percben. Lorenzo jött, látod, győzött. Ennyi kész? Igen, ennyi. Á, nem, volt egy akkor... időmérőn egy nagy égés, aztán utána a füstje kijött a warm-up-on. Gyerekek, én úgy fogom összefoglalni, hogy a Rossi nem lesz benne. Szerencsére, Lorenzo szerencsére elfüstött Rossi. A gyerekek, én akkor most én foglalom össze. Illetve a Honda baszottul nem fejleszti rendesen a szoftvert erre az egyen elektronikára, és olyan szar a kipörgésgátlójuk, bazd meg, hogy ez egy, nincs az a kigyorsítás, ami ne venne, ne menne el, bazd meg egy... Akkor na jó, de akkor most ne haragudj, hol van az a Márquez előny, ami megvolt eddig, tavaly előtt, hogy a Márquez így ticsi, így kiver mindenkit a Hondával. Szóval van? Hol a Márqueznek a nagy tudása? Akkor most van vagy miért, nincs? Miért Rosszinak hova lett a tudás, amikor ráült a Ducatira? Nem lett a... Tehát következő helyzet. Az, hogyha valaki az ellenfelét lehúzza, akkor saját magát is lehúzza. Na tényleg két perc. A Rossi átült a Ducatira, nyilvánvaló volt, hogy nem Rossi felejtette motorozni. Na most akkor egy gyerekek, én jövök. Összefoglalom az én szavamat. Befejezheted ezt a blokkot. Lényeg a lényeg. Fejlődik a Michelin. Egyre jobbak a gumik. Hátsó mindig jó volt, elsővel szenvedtek, iszonyú nagy szórásban teljesítettek a Michelinek. Most volt az első verseny, nem voltak esések, szóval összefoglalva a gumi, szerintem egyre jobb, egyre jobban tapad, ugye softtal mentek, vagy azt hiszem egy-két ember. De akkor megint add meg a kérdés, ez jó Rossinak, vagy nem jó, hogy jobb a gumi? Nem is érdekel. Mert amikor Rossi, Félix szarult a gumi két futammal ezelőtt, akkor Rossi így verte erőt. Rossi nem fog szerepelni az összefoglalomban. Ugye az első 8 körben az eseményig... Fizetett szurkoló vagy. Nem, az eseményig nagyon szépen mentek elő ketten, mögöttük 5 tizeddel el volt maradva ugye a hosszabb mezőny. Mögöttük 2-3-mal ott voltak a Ducatik, jött a 41-es srác, hogy hívják a spanyol, Alex, az Alex Espargaró, eltűnt. Ami nagy kérdés, amiről nem beszéltünk, hova tűnt a Suzuki-nak a teljesítménye? Eltűnt. Jó, beérkezett a fiatal gyerek a tehetségére. De valami nem stimmel még a Suzuki-val ahhoz, hogy tudja tartani azt a teljesítményt, ugyanaz a baja szerintem, mint a Ducatinak. Ducati kurva jó, megnyeri egy-két volt, ott vannak az elejében, nem bírják végig teljesíteni azt. Szétzabálja gó. Valami van, amit nem tudunk. A Ducati évek óta más nem csinál, mint akkora brutál erős motorokat gyárt, hogy nem tudnak futóművet meg vázat tenni a blokk alá. Szerintem a leforgatja a hátsó kereket. Gyerekek, búcsúzzunk el, mert mennének vacsorázni a fiatalok. Egy mondat még, gyerek, nagyon fontos, Pedrosa megint megjelent, ott van, negyedik, ötödik helyen. Ez valami jelent, valami történt a Pedroval. Én bírom a kis lankat pisztolyú gyereket. Valami most van ott. Most láttad már? És akkor mit? Most jönni láttad már? Persze, amikor első kerekezett. Egyébként rendes volt egy interjú a svájci kis lakásában, és ez a probléma a Lorenzoval is. A svájci kis lakását bemutatta a kedves barátod, a... Tudod, miről beszélek. Milyen csajok voltak ott, meg milyen perc volt. Na, és akkor azt mondjátok, gyerekek, hogy nincs lé, és annyi pénzt ad neki a Ducati, hallott, hogy mindenki így csinál, hogy úristen, a fél mezőny kap ennyit. Szóval összesítve én azt mondom neked, hogy lett volna, mondhatom? Igen. Következő ez a volna a GP összefoglalója. Szerintem a Lorenzo vagy a Márquez lett volna első, második, talán harmadik, akinek nem mondhatom ki a nevét, nem mondom ki. Ugye? Sárgaság. És mondom, nem fog, én szerintem a Vinyales nem fog feljutni. Nem fog feljutni szerintem a következő 6-7 versenyben. Azért jó a döntése, hogy átment a Yamahához, mert még nem tartott a csomag, a package a Suzuki-nak, se a Ducatinak, hogy megfelelő teljesítményt produkálnak egy versenyen. Ez ki fog derülni a következő futamokon, két hét múlva megint hol lesz futamunk most? Mennek vissza Spanyolba, nem? Igen, nem, igen, Barcelona. Ott tudom, na hát akkor az megint egy kemény meccs lesz, ugye? Ott szoktál Lorenzo beszopni az utolsó kanyart! Ott nagy matek lesz megint, mert ott a Lorenzo... Kiöltözöttizik a talán mezben. Vagy a Rossi biztos, hogy megint izomból fog legalábbis abban az irányba menni, hogy jól lenne megalázni a spanyolok a Spanyolországban. Ez majd kiderül. Zsírferinek köszönjük, hogy itt volt, neked is.
next time, gyerekek, jöjjünk vissza megint, aztán okoskodunk nem sokára. Lehet volna még mi. Ja, és még, hát csak azt mondja, hogy akarom mondani, ide bárki jöhet. Így van, nem legyen olyan pofád, szólogass be, legyél felkészült, nem én válogatom. Gyerekek, a dodó, aki ráér, jöhet. Aki ne kelljen nekem könyörögni. Ingyen kap jegyet ezekre a teljesítményautókra, én most megyek a... Mivel megyek azzal a pirossal? Se jó, a pirossal! Ha látni akarjátok a véres vitákat, nyugodtan jelenjetek privát Facebookon. Ott megy, megy az adott kapok, néha anyázásig elmegyünk, de... Hol a piros? Jó van, faszom van. Hol a piros, hol a piros. Tudod, hogy a három fejfabaznek. Az, amit, no, a legjobb. Amit a kicsit most itt a végén, egy kicsit ezt jobb kell, sokat ordítunk. Az előző interjúban. Hát, mennek az autók, nem baj. Ó, te hülye, de kicsit. Azt mondták, hogy nem az a nagyobb pofád lesz, bazd. Semmi, ide jössz, öregem, ezt ez is izé. Hozok egy megafont, bazd. Kicsit lejjebb kéne vennünk ezeket az ordításokat, hallod szerintem, nincs igaza. Ó, látod, hogy kis itt a kannák. Igen, jó, jönnek a kannák, hiányoltak a kannákat.